Akkor itt a telefonnál Gréci Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője. Szervusz Zsolt! Szervusz Gyuri, köszöntöm a Klubrádió hallgatóit! A vita és a hát sajnos veszekedés nyilván nem múlt pénteken alakult ki attól, hogy egy hallgató betelefonált, hiszen ő is olvasta, látta valahol, hogy Dunaújvárosban az MSZP felmondta a megállapodást, vagy hallgatólagos megállapodást a DK-val arról, hogy kinek a jelöltjét indítsák közösen a Fidesz, a gyilkossággal gyanúsított volt fideszes önkormányzati képviselő megürült helyére történő júniusi időközi választáson, de nem sokkal később betelefonált a Dunaújvárosi MSZP vezetője, és elmondta, hogy nem igaz, amit a hallgató mondott, nem volt megállapodás, és a DK alaptalanul ragaszkodott az ő jelöltjéhez, már pedig az MSZP többször, vagy több jelöltet is fölállított. Nem az ő saját tagját, hanem független, lehetséges közös jelöltet, a DK azonban kötötte az ebet a karóhoz, vagy kötötte magát a saját jelöltjéhez. Hát akkor nézzük meg DK-s oldalról, bármennyire rossz ízű is ez a mostani vita, de a végére kellene járni. Igen, egyetértek, nagyon rossz ízű ez a vita, és nagyon lehangoló, nagyon szomorú, és gondolom, hogy a Klubrádió hallgatói nem arra lennének kíváncsiak, hogy az MSZP meg a DK éppen veszekszik egy képviselői helyen, hanem az, hogy hogyan lehet újra úgy olyan összefogást találni, hogy ismét legyőzzük a Fideszt egy fontos időközi önkormányzati választáson. Az a probléma, hogy van ilyen megállapodás a két párt között, hogy ha időközi választás van, ahhoz a választáshoz képest, amit 2014-ben megtartottak, ahhoz képest, ha ott időközi választás van, akkor az a párt jogosult jelölni, amely 2014-ben ezt megtette. A DK... ez a megállapodás a párt vezetések között jött létre? Igen, megszületett ez a megállapodás. De a párt erre volt Pintér Attilának, a helyi Dunaújvárosi MSZP-s vezetőnek a válasza vagy reakciója az, hogy de az MSZP egy olyan párt, ahol a helyi szervezeteket nem köti ez a csúcs megállapodás, mert egy olyan belső demokrácia van, hogy helyben döntenek. Hát erre azt tudom mondani, hogy akkor a Demokratikus Koalíció is dönthetett volna úgy, mondjuk az újpesti szervezetünk, hogy az országgyűlési választáson Kispéter helyére, megülült helyre a DK is indított volna egy jelöltet, vagy Salgótarjánban az elhunyt szocialista polgármester helyére hírt választásra is indíthattunk volna saját jelöltet, de a Demokratikus Koalíció tartja magát az adott szóhoz, és a megállapodáshoz, és Újpesten is, és Salgótarjánban is zokszó nélkül beálltunk a szocialista jelölt mögé, mind a két esetben sikerült is nyerni. Hozzátehetjük ez még azt is, hogyha ez így van, hogy a szocialistáknál ez a megállapodás nem érvényes a helyi szervezetekre, akkor egy ilyen megállapodást nem szabad megkötni. Mert akkor azt mondhatja a pártvezetés, az országos pártvezetés, hogy hiába kötök én ilyet, ha a helyi szervezeteim ezt úgyis felülírják, úgyhogy akkor inkább nem kötök. De a probléma nem ez, hanem a probléma az, hogy az MSZP helyi szervezetei, vagy akár országos vezetése mindaddig maga is úgy gondolta, hogy jó ez a megállapodás, amíg a DK-nak kellett támogatni a szocialista jelöltet. A véletlen eddig mindig így hozta. Most először úgy hozta, Dunaújváros esetében, hogy a DK-nak van jogosultsága jelölni, erre rögtön megjelenik az MSZP, és kifogásokat emel a DK-s jelölttel szemben. Ráadásul, amiket Pintér Attila, a Dunaújvárosi MSZP elnök mondott a Klubrádióban pénteken, azok köszönő viszonyban nem voltak a valósággal. Például abban sem, hogy ők bárkit ajánlottak volna a DK jelöltje helyett. Mert ugye az elvileg akár végig is gondolható, vagy végig is játszható, a kívülálló nyilván azt mondaná, hogy jó, hát a DK jelöltje indult 2014-ben közös jelöltként, de megverték. Lehet, hogy azóta fölbukkant valaki, az is lehet, hogy nem DK-s, az is lehet, hogy nem MSZP-s, vagy az is lehet, hogy MSZP-s, és nagyon népszerű, nagyon aktív, nagyon nagy hitele van ott a környéken, próbáljuk meg őt indítani. Ezt MSZP olyan jelölte állít, aki korábban már többször veszített ebben a körzetben. Én nem azt akartam mondani, hogy ez az igazság, csak azt mondom, hogy egy ilyen elvi lehetőségre akár nyitott volna a DK, hogy nézzük meg akkor, hogy van-e esetleg jobb? De nem, mert arról szól a pártok közötti megállapodás, hogy a DK jelöl.
Ráadásul a DK jelöltje, Huszti Zsolt, egy dunaújvárosi születésű úr, aki Dunaújvárosban is él, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben, és egyébként jobb eredményt ért el a legutóbbi önkormányzati választáson, mint az azt megelőzően a szocialista jelölt ugyanebben a körzetben. 5%-kal jobb eredményt ért el Huszti Zsolt. Magyarán, ha a kettejüket hasonlítjuk össze, akkor ez a DK jelöltje mellett szól. A megállapodáson kívül. Igen, és azt is látjuk ebből a matematikából, hogy ha az MSZP és a DK közösen jelölne, tehát ha az MSZP elfogadná a DK jelöltjét, akkor szinte bizonyos, hogy ezt a körzetet el lehetne hozni a Fidesztől. Hát főleg azok után, hogy úgy esett ki a képviselői helyről ez a fideszes képviselő, hogy gyilkossággal gyanúsítják, igen, ez valószínűleg igen. Nem igazán jó ómen az ő esetleges fideszes utódja, jelölt utódja esetében. Úgyhogy ha összeadjuk ezeket a számokat, a korábbi eredményeket, akkor nagy valószínűséggel megjósolható, hogy ezt a körzetet is elhozhatná az ellenzék. Remélem, hogy nem arról van szó, hogy az MSZP-nek fáj az, hogy most a DK-t kellene támogatnia, és ebből presztízs kérdést vagy hiúsági kérdést csinálnak. Mi soha nem csináltunk ilyet, mondom, az összes korábbi esetben mentek a kampánycsapataink, osztották a szórólapot, segítették a szocialisták kampányát, most az lenne a tisztességes, hogyha a szocialisták ezt viszonoznák. És nagyon bízunk benne, hogy az MSZP országos vezetése érzi, hogy ez morálisan nem tartható, amit a Dunaújvárosi helyi MSZP csinált. Egyáltalán ki hozta a nyilvánosság elé ezt az ügyet és ezt a vitát? Nem lehetett volna a színfalak mögött lebonyolítani még akkor is, hogy ha valakinek nyilván nem tetszik, mondjuk a megállapodás nem tetszik az MSZP-nek, és erre fölháborodnak, azt mondják, hogy de mi vagyunk most jó paszban, az MSZP népszerűsége a közvélemény kutatásokban is nő, meg különben is kiváló emberünk van. Erre a DK azt mondja, de hát van itt ez a megállapodás, most akkor minket kellene, hogy támogassatok. Mindezt a vitát nem lehetett volna szépen csendben lebonyolítani, vagy erre hát nem azért, is volt lehetőség? Az a baj, azért nem lehetett szépen csendben lebonyolítani, mert az MSZP felrúgta a megállapodást. Ha ez a két párt közötti megállapodás szerint működött volna, a jelöltállítás, és az MSZP elfogadta volna az egyébként kiváló Huszti Zsoltot a saját jelöltjének is, vagy támogatható jelöltnek is, akkor az égvilágon semmilyen probléma nem lenne. Megint ellepnék a kék és a piros gyekik a Dunaújvárosi körzet utcáit, és lehet, hogy ezen az időközi választáson azt mondhatnánk ismét az ország népének, hogy lám-lám, a pártok, ha összefognak, akkor képesek a győzelemre, mint már annyiszor. És egy újabb időközi választáson mutattuk meg, hogy a Fidesz igenis leváltható, és nem tart örökké Orbán Viktor hatalma. Az a baj ezzel, ami előállt, és az a baj, amit a Dunaújvárosi MSZP csinált, hogy hogyan fog így nekünk hinni az ország népe, hát hogyan fogunk így együtt kormányozni, hát hogyan fogunk fontos döntéseket hozni. Ez egy kis helyi ügy, és azonnal országosá válik. Igen, hát az alkotmánnyal kell foglalkoznunk, majd a szegénység felszámolásával, meg kell mentenünk az oktatást, az egészségügyet, a nyugdíjasokat, vissza kell hoznunk a fiatalokat Magyarországra, rendeznünk kell Magyarország nemzetközi kapcsolatait. Hát ha ez ilyen kis ügyben nem tudja tartani a favát az MSZP, akkor hogyan higgyen nekünk az ország? A DK lelkiismerete tiszta, mi eddig is korrekten viselkedtünk, ami az összefogást illeti, és segítettük a szocialista jelölteket, mert akkor úgy jött ki a sors, hogy ők jelöltek abban a körzetben, természetesnek tartjuk, hogy a Magyar Szocialista Párt ezt most viszonozza, és mondom, reméljük, hogy az MSZP országos vezetése meg tudja győzni a helyi pártot arról, hogy ennek a döntésüknek a következményei beláthatatlanok, mert nyilván a DK-val sem lehet akármit megcsinálni. Tegyük föl, hogy ez így lesz, és az MSZP visszalép, az országos vezetés meggyőzi a helyieket, és a DK-s jelölt lesz a közös jelölt, és még akár nyerni is fog, ezzel talán akkor valamiképpen hát rendeződik én a helyzet. Tudom, hogy utána de... nem sokára Zuglóban lesz önkormányzat. Hát ez az, nem kellene... Választás. Nem ahhoz kellene a jelölt lenne, hát akkor most ott mi legyen? A mi is nem kellene ebből azt a következtetést levonni, hogy talán érdemes volna
újra tárgyalni ezt a bizonyos 2014-es megállapodást, hogy mi legyen a következő két évben. Állapodjunk meg az alapelvekben, az együttműködés minimális feltételeiben, hogy ne történhessen meg még egyszer valami hasonló. Van erre bármi esély? A demokratikus koalíció mindig is nyitott volt arra, hogy a többi demokratikus ellenzéki párttal partneri viszonyt létesítsen és együttműködjön. Rajtunk semmi nem fog múlni. Az biztos, hogy a DK-t megalázni nem lehet, semmibe venni nem lehet, ezt nyilván nem is fogjuk hagyni. Rengeteg közös dolgunk lenne a szocialistákkal és a többi demokratikus párttal. Erre vár az ország népe, hogy mutassuk meg, hogy hogyan fogjuk Orbán Viktort legyőzni. Lehet egyszerre határozottan és mégis baráti módon viselkedni? Valami ilyesmit kéne megtalálni stílusban, hangnemben, tárgyalási taktikában, nyomásgyakorlásban, hogy közben az ország közvéleménye bár látja, hogy vannak problémák és viták, azt érezze, hogy ezek azért mégis egymással képesek együttműködni, és a vitáik ellenére megértik egymást. Lehet ezt mi valahogy... erre képesek vagyunk, és partnerként tudunk tekinteni a Magyar Szocialista Pártra, akkor is, hogyha a Dunaújvárosi Szervezet nem járt el korrektül. Ezért is hívjuk az embereket április 25-én a Budai Várba, mert ugye már 5 éves az orbáni alaptörvény, és egy tüntetést szervezünk, hogy megmutassuk, hogy ez az alaptörvény illegitim, és készülünk a kormányváltásra. Rengeteg dolgunk lenne, és nem ilyen, hát, ilyen tyúkperekkel, meg fülemüle ügyekkel kellene nekünk foglalkozni, hanem fölállítani a közös jelöltet kampány, és utána megünnepelni, hogy egy kis lépést megint tettünk előre az Orbán rendszer leváltásáért. Ha nekünk mindegy volt, hogy szocialista nyert, a lényeg az, hogy ellenzéki nyert, akkor az MSZP is tegye már meg ezt a gesztus, hogy támogatja a demokratikus koalíciót, főleg, ha az indítás joga most a mi jogunk. Köszönöm szépen, Gréci Zsolt, a demokratikus koalíció szóvivője. Szervusz! Szervusz, köszönöm szépen, viszont hallásra!